Szevatos játszik a mai videóban, meg kell mentenem a noobot, aki bajba került a pályában, szóval nekem a rajzolásommal kellett a fura póktól megmenteni, és sikerült az első, nem tudta megcsípni. Nagyon örül neki, szóval mehetünk a következő pályára, így meg ezt természetesen búvárkodni, mert és jönnek rá a fényi zombik. Jó, oké, ezt lerajzoltam, lesz lefogta őket, hát a chest nem lett meg, de túléltük. Kiletes örül neki, szóval mehetünk a következő neten bolondos beleesni a lávába, akkor ide egy ilyen nagyon fura hidat akarok csinálni, hogy ez fölakadjon, és ne essen bele a lávába, akik kiszökött éppen a börtönből, hiszen olyan ruhába van. Na mindegy, akkor jöhet a kövi pálya, itt meg mi veszel, meg kosarazni akar a noob. Hát ez talán bele fog gurulni, hát ez nem gurult bele. Akkor kicsit ívesebben csinálom, így biztos, hogy belepottyan, és pak. Sikerült is. Mert akarja levadászni, szóval én azt mondom, srácok, egy ilyen burkot csinálom, reméltek ezzel most nem fog ászforulni, neki megy, és sikerült ez az, ezen már nem tudott átni, hiszen nem Minecraftos blokk. Itt meg vajon mit kell csinálni, szerintem vizet kéne belönteni, csak akkor tud, hiszen nagyon-nagyon szomjasak is noobok, ezt leteszem ide, és megy is bele a víz, tökéletes munka. Hát ez kőzömcsincs, ezt gyorsan megnézzük, hogy mi fog történni. Ennyi volt, egy kis nyilat kellett lerajzolni, itt meg neki akar menni a hacker. Oha, a hacker neki, hogy a Minecraft-tal, akkor inkább ilyen ugratót csinálok. Mert noobnak kint csinálni kell egy ilyen labdát, hogy le tudjon a hegyről gurulni. És sikerül, eljutott a célig, hogy... Ó, ja, itt egy kardra van szükség, szóval ha odaér a kardhoz, akkor boldog lesz. Na nézzük meg, hogy a kard odagurul hozzá, és pont el tudtunk a kő előfutni. Ez nem értem a logikát, de már megint szomjas, hogy ez komoly. Hát akkor szerintem egy ilyesmit kéne valahogy csinálni, hát ez nem jó. Csinálok ide egy ilyen nagyon pici vonalat, a szeva, szerintem ez így teljesen jó lesz. Jaj, ne, egy kicsi megy mellé, ne mondd, hogy ez az pont elég, ott teli lett a pohár. Jaj, ne, itt valamiféle chestet kéne keresni, hogy mi lesz a feladat. Ó, értem. Aha, ezt a lábát kell védeni valahogy. Ez ahol így, hogy oda tettem ezt a kis csíkot. Vigyázz, TNT veszély, én azt mondom, hogy a TNT-t gyorsan bekerítem, és ennek fog neki menni. Lemegy neki. Ajaj, 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 ez gól, de megvédte. Juhú! Ha beleesik a noob a lávába, az nem jó, szóval erre a karikára gyorsan felfűzek egy újabb karikán, és elméletileg így föl tud maradni, ez az tud menni. Hacker vagyok, azért nem vagyok hacker, csak értem a dolgokat. Itt meg na várja, hogy kéne megvédeni, megint a noob lejött bányászni. Szerintem ez jó, hiszen egymásnak fognak maximum ugrani. Persze, hogy jó, túl tud élni már a level 16-on, és hát, hogy jó, tényleg tetszik ez a videó, és mentsük meg a noobot. El kell, ne erdőtüzet okozna ez a bolondos, szóval valahogy olcsuk el, csinált egy ilyen nagyon furcsa dolgot. Ez pont jó rávett az egész, nem is kellett az egészen. Nem vagyok noob, az itt a közjáték, nem vagyok noob. Itt meg egy ilyen mini ugrató, így a lába alatt, talán, hogyha van egy kis lendület, akkor megvan, és sikerült volna lendülete szerencsére. Ajaj, vihar lesz, akkor csinálok egy sátrat, mondjuk egy ilyen szép nagy sátrat csinálok neki, és ez az a noobi nyolc, nem fog elázni. Oppácska, a Skeló bácsi el fogja lőni a Lufin. Oha, akkor bekerítem a Skeló bácsit, de várj, ugye nem fog leesni a lábába. Haló, ez az nem lyukasztott, aki túlélte, de azért megy már onnan, komám, az nem életbiztosítás. Kék vannak, és ez meg fel fog szállni, szóval szerintem egy ilyet kéne csinálni, és pang, meggátoltuk, hogy fölrepüljön, és nem sok kell hozzá. Ez az, egy milliméterre út, hogy túl tudjuk élni. Ajaj, megismerkedik a ne sírjál, megismerkedik a hölgye. No, erre kíváncsiak, egy sírós gyerek, belezeret a lánya, sírós gyerek, bár ezt nem hiszem, szuper mega nice vagyok, hát ez meg micsoda. Ja, ennyi az egész, easy peasy feladat, ezek a vizesekkel nagyon profikuljunk, régebben játszottuk ilyen vízvezetékes játékkal. Ajaj, na ez itt konstrátok, egy burok, egy védőhálót csinálok, és akkor szépen meg is van, el se tudta lőni, és még bele se tudott esni a lávába. Ezt már szerintem, ez teljesen jó kombó volt szerintem. Ajaj, ki fog pillen és föl, na erre kíváncsi, srácok, erre kíváncsi, rálém egy a malac miatt megégettem, és hát megszúrta a fején. Akkor én azt mondom, hogy egy ilyen gátat csinálok ide, hogy ne nagyon tudja földobni, és ez az. Na most cserébe megeheted a malacod. Komám, kempingezni mentél, de magadat akarod megégetni? Szépen megvételek, komám, nem lesz ebből rostan sült noob. Talán azt, hogy szépen bekerítem, reméltek ezt nem fogja tudni eltolni, és ez az... Ogyarrébb robbantotta az írásomban. Micsoda, van ott víz, meg vannak skeletorok, ez mi lesz ez a map? Megy rá a víz, és a víztől félnek a skeletorok. Micsoda, ez milyen logika? Itt meg erdőtűz van. Hát akkor... Na ez gond, ezt nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Szépen letettem egy ilyen, ezt nem fogja elolni. eloltani, sajtok, a bolondos vagy. De az az egy eloltotta, let's go. Épjél már kettőt, bolondos, hát mi az, hogy nem tudsz kettőt lépni? Akkor csinálok egy hidat, és itt szépen le tudsz hozzá csúszni, és meg is van. Becsúszott a célba a kis bolondos, itt meg a hacker valamiért rá akar esni a noobunkra. Én azt csinálom, hogy a zombi érje el a hacker. Ajaj, ez bizony gond, de nem gond, megeszi a hackert. Megint vízszerelés a cél, de valami összetett feladat van, nem tudj, átvezetjük az egészen, és nehogy ráessen a fejére, ez sikerült, és hát nagyon értük el, és megint a hölgy, a szívecskét kell odaadni a hölgynek, vagy micsoda? Ja, értem, hogy ó, fölé dobta a szívecskét, akkor azt mondja, hogy egy kis tompítót teszek ide, és odaért, let's go, sikerült, beleszeretem, ajaj, komám, na ez nem lesz oké, ezt nem tudom, hogy kéne megcsinálni, gyorsan rakok egy ilyen nagy karikát ide, de beleesik a lábába, na hát beleesett a méhek is, de ő is a lábába, itt szerintem valamiféle emelvényt kéne kezdeni, és itt belekapaszkodjon ebbe, és itt talán meg tudtuk védeni. Ez a sikerült, még jó, hogy ezt ide tettem, ezt tudta. Oho, az ott tovább ment volna a méhek miatt, itt meg kell neki az alma. Hát srácok, ő is tudja, hogy minden nap egy alma, ő boldogan tartja a noobot, hiszen most is meg tudta enni. Itt meg, ez itt ki fog billenni, srácok, itt ki fog billenni. Hát ez elméletileg jó, csak élje túl az egészet, léci, léci. Ez majdnem beleesett, és még a Skeló bele is esett. Na itt gondok vannak, a víz nem fog tudni elfolyni szerintem, ezt gyorsan meggátlom, hogy bele tudjon esni, és oldal csöpögetek bele vízcseppek, ez az, jól lakott a két noob, itt meg kéne neki egy kard is, meg egy csákány is, micsoda, minek neked ennyi cucc, hát lépjél már oda. Hú, ennyi volt, persze, hogy mindkettő pont hozzácsúszol, és megint már, hogy lehet mindenki ilyen szomjas ebbe a játékba, most meg öntsük rád a Duna vizét, hát mi van veled, srác? Ja, éppen pont, hogy ki kellett volna, hogy kerülje, aha, én kérek elnézést, enyhén félreértettem a feladatokat, de legalább most meg tudtuk védeni az esőzéstől. Te meg hogy került el ilyen slamasztikába, hogy horsodtsunk ide egy karikát, az, hogyha még le is esel, csak odáig tudja, és meg tudtuk védeni a lávától. Igaz, hogy lefejeltük ezt a propellert, de semmi probléma, és akkor itt a hölgyel kell találkozni, hát a hölgynek csinálok egy ilyen csúzdát ideig, és elcsúszik a sráchoz. Micsoda összehozók vagyunk, srácok. Ajaj, ez meg lávagolyó, én félek egy kicsikét a lávagolyótól, hogy ilyet teszek ide, hogy mindig elféde. Ja, hogy a srácok beleesett a lába, én kérek elnézést, hát akkor tudjátok, hogy mi kell ide, nehogy hozzáérünk. Itt az a gond, a lávagolyó hozzá fog érni, akkor csinálok egy ilyen remélhetőleg lehetett volna olyat, ami kicsikét egyszerűbbettől, de sikerült, ott szerencsére nem fértek át a golyóbisok, és én azt mondom, hogy jöjjön a 45 és az utolsó rész a mai videóba, valahogy a szívnek oda kell érnie. Hát akkor a szívnek csinálok egy ilyen utat, féljetek már, utat tör a szív, utat tör a szeretet, és megvan. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy nyitottatok a mai videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találják el, a csaga!